Kirtling István. A 20. század szülöttje vagyok, és a 21. században itt ülök egy laptoppal a kezemben. Ma mindent, amit lehet tudni a világról, irodalomról, tudományról, művészetekről, itt van előttem. Például Adi Endre, a Fekete Zongora című vers szerzője. Vagy azt mondta, címem halálomig, vagy a nyugat haláláig a nyugat. És ezzel elmondott mindent. Az elköteleződését, a rajongását és a szerelmét. Irodalomhoz, művészethez, közélethez, magánélethez, politikához, bármihez. A 20. század magyar költészetének legnagyobb hatású költője. Tessék el olvasni! itt van, én is innen olvasom. De ami a legizgalmasabb számomra, és azt kevesen tudják, hogy ő állítólag hatúja a született. És egy ügyes bába asszony ezt ügyesen cédnával elkötve valahogy eltüntette. Tehát megjelölt ember volt. És ezt a megjelöltséget végighordozta az életében. Adiendre utca, Adiendre tér, Adiendre szobor. Nem, sokkal több. A magyar modern költészet alapja. Adi Endre, két busongó virágének, második ének. Játék, játék, játék. Mint ha halkan szólnál, Vigyáz, sokan nézik, ne játszunk csókosdit játszunk temetésdit. Játék, játék, játék. Csak vidámabb volna, kergetőbb egymáshoz, éhesebb a sorsra. De csodától félve, vidámságtól futva, föllepi palántánk gyilkos árnyú dudva. Magam kínálása, magad kelletése, Két hamar vén gyermek, tréfás temetése. Sírni való tréfa, unni való vágyság, kívánatot űzni kívánó kívánság. Szórakozott játék, reményadás, félve, szomorkás elszánás, szánó hittetése. Ölelkező álmunk csókokba se csattan, föllegek járása hideg magasakban, hideg magasakban, szívben, jóban, télben. Csak nem engedelmes, nagy teljesülésben. Nem a csoda útján, nem a rendnek útján, de játékot vesztve, játékot hazudván. Ám adatél farkast, fogakat az éjség, vágyakat a közöny foltokat a szépség. Buzának örlődést, örlődést a vágynak, halál komolyságot, gyáva élettáncnak, virágot nyilásba, valóba a tervet, nevekbe a titkot, örök csoda kerget. Folyót a tengerbe, buzát a malomba, életet halálba, s téged a karomba.